megelégelte a büntetéseket a PSN, több mint 4 milliót hajtanának be a szurkolókon. Felgyorsulnak a vizsgálatok a Baranyai Népegészségügynél, 200 millió forint laborfejlesztésre. Felvonultak a könyvtárbuszok, vetélkedő a könyvtárbuszok szolgáltatásairól. Felfedezni a tanulás örömét, társadalmi hasznosságát. Szeptemberben tanuló fesztivál Pécse. Köszöntöm nézőinket, önök a Pannon Televízió híradóját látják. Két ember vesztette életét csütörtökön, mint arról korábban beszámoltunk, halálos repülőbaleset történt egy Pécs környéki területen. A repülőgyártó cég közleményt adott ki a történtekről. A Magnus Aircraft Zrt. Azt írja, egy Magnus E-Fusion típusú kísérleti repülőgép 10 óra 10 perces felszállását követően tesztrepülés közben eddig ismeretlen okból és körülmények között a Pogány és Szalánta közti mezőgazdasági területen lezuhant, melynek következtében a gépen tartózkodó pilóta és utasa életét vesztette. A Magnus Aircraft Zrt. Teljes csapata mélyen együtt érez az elhunytak hozzátartozóival. A rendőrség légiközlekedés veszélyeztetése miatt büntető eljárást indított az ügyben. Megelégelték a folytonos büntetéseket, ezért polgári peres úton hajtanák be a pénzt a PMFC szurkolóktól a csapat működtetői. Csütörtökön 1,5 millió forintra büntették a PSN-t a Dabas elleni meccsen történtek miatt. Így már 4 millió forint fölötti összeget hajtana be a labdarúgó szövetség néhány renitens miatt. Ezt elégelte meg a csapat működtetője. Mindeközben reménykednek, hogy a zárófordulóban a pécsi csapatnak kedveznek az eredmények. A Dabas elleni bajnokin történt szurkolói rendbontás képei ezek. Az eset miatt büntetett a labdarúgó szövetség csütörtökön. 1,5 millió forint pénzbüntetés kapott a PSN Zrt., mint az adott mérkőzésnek a rendezője. Ebben az ítéletben benne volt az is, hogy ezt többszörös visszaesőként követte el a PSN Zrt. Tulajdonképpen mondhatjuk nem is a PSN Zrt., hiszen ugyanez a szurkolói kör nagyjából, aki a vidéki mérkőzéseken is már több alkalommal randalírozott. Eddig már több mint 4 millió büntetést szabtak ki a klubra miattuk. Ezért a PSN jogi lépésekre szánta el magát. Megfogalmaztunk rendbontás ismeretlen tettes ellen címén egy feljelentést, ezt már be is nyújtottuk a pécsi rendőrkapitányságra. Továbbá miután ezzel a 1,5 millió forintos bírsággal összesen ebben az idényben 4 millió 100 ezer forintra emelkedett az a büntetés, amit ugyanemiatt a szurkolói mag miatt már kifizettünk. Egy polgáriperes eljárás keretében megpróbáljuk ezt az összeget rajtuk behajtani. Mint ismert, a Dabas ellen győznie kellett volna a PMFC-nek. Azonban a meg nem adott gól miatt 0-0 lett a végeredmény. Ezt vitatták a pályára betört szurkolók. De még matematikai esélye van a pécsi csapatnak, ha a Tiszakécske kikap a vasárnapi zárófordulóban a Szent Lőrinctől, akkor a PMFC-nek elég egy döntetlen a záró mérkőzésen Iváncsán, mert jobb a gólkülönbsége. A mesterséges intelligenciát, a fehérje tudományt és a lézer technológiát is érintő kutatások indulnak, amelyet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázatán nyertek. Az összesen 10 új projekt 5 milliárd forint támogatást nyert el a hivatal pályázatán, amelyen Magyarország legversenyképesebb kutatóműhelyei kaphattak támogatást a kiírásban szereplő 5 tématerületen induló projektjeikhez. A megvalósításra 48 hónap áll rendelkezésre. A Baranya megyei kormányhivatal közel 200 millió forintot fordíthat mikrobiológiai laboratóriumának fejlesztésére. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló kormányhivatali projekt keretében korszerű, automatizált labordiagnosztikai eszközöket szereznek be, melyeknek köszönhetően gyorsabb és pontosabb vizsgálatokat végezhetnek a szakemberek. A Baranya megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának laboratóriumi osztályán lévő mikrobiológiai laboratórium Baranya, Tolna, Somogy megyére terjedő ellátási területén végez hatósági és járványügyi, valamint diagnosztikus mikrobiológiai vizsgálatokat. Most egy 200 milliós pályázati forrásból gyorsulhat fel a munkájuk. A vizsgálatok száma éves szinten meghaladja a 110 ezret, azonban a jelenlegi leterheltség személy és tárgyi feltételekkel átlagosan 48 óra időtartalomban történik meg a beérkező leleteknek a feldolgozása. Az eszközbeszerzés azonban hozzájárulhat ahhoz, hogy ez az úgynevezett lelet átfordulási idő akár 12 órára is lecsökkenhet.
Az eszközfejlesztésnek köszönhetően a munkatársak a diagnosztikai feladatokat gyorsabban, precízebben tudják elvégezni, így az eredményeknek következtében a kezelő orvos is egy pontosabb diagnózist tud felállítani, és a paciens megfelelő ellátásban, terápiás kezelésben így gyorsabban fog tudni részesülni. Az eszközök beszerzése folyamatban van. Október közepétől azonban már a megújult mikrobiológiai laboratórium szolgálja ki a Dél-Dunántúli régióban élőket. Új diplomamentő programot indít a kormány azok számára, akik oklevelüket a nyelvvizsga hiánya miatt nem tudták átvenni. A felkészítő képzésben 1333 ember vehet részt, 400 millió forintos keretösszeg áll rendelkezésre, közölte az Országos Foglalkoztatási Közhasznú NKFT. A Pécsi Tudományegyetemen a 2017-ben sikeresen záróvizsgázó mintegy 772 egyetemista, 18% volt, akinek a sikeres záróvizsga időpontjában nem állt rendelkezésre a rendelet szerinti nyelvismeret igazolása. A nyelvi képzések szeptember közepétől indulnak, és 2019. december 31-éig kell lezárulniuk. A támogatás mértéke fejenként legfeljebb 300 ezer forint lehet. A támogatottaknak legkésőbb 2020. március 31-éig be kell mutatniuk a megszerzett nyelvvizsga bizonyítványukat és az alapján kiadott diplomájukat. A Csorba Győző Könyvtár második alkalommal szervez nemzetközi könyvtárbusz találkozót. Az első 2015-ben megrendezett esemény után idén május 31-e és június 2-a között ismét Pécsen találkoznak a könyvtárbuszos szakemberek és a könyvtárbuszok. Csütörtökön nemzetközi nyitókonferenciát tartottak a tudásközpontban, pénteken könyvtárbusz felvonulás és vetélkedő volt a Széchenyi téren iskolások számára. 7 ország 10 könyvtárbusza vonult fel a Széchenyi térre a második pécsi könyvtárbusz találkozó második napján. Ezeket a mozgó könyvtárakat természetesen belülről is megcsodálhatták a gyerekek, és izgalmas interaktív vetélkedőt is szerveztek számukra Pécs főterén. És ez a mai rendezvény, gondolom, pedig egy különösen jó példája szakmai összefogásnak, amit egy Kárpát-medencében most már második alkalommal valósul meg, és cserélnek tapasztalatot Kárpát-medencei országoknak a könyvtárbusz hálózatot működtető szakemberei, ezzel is növelve azt a tudást, amit ők összegyűjtetve, illetve az olvasóknak pedig bízom benne, hogy ezt az élményt, amit ők ezáltal a munkáik során biztosítani tudnak. A könyvtárbuszok a megyét járva közel 60 kis településre jutnak el 2 hetente. Ezzel a két pécsi könyvtárbusz még a legszegényebbeknek is lehetőséget ad az internethez, könyvekhez való jutáshoz. A könyvtárbusz második napján arra gondoltunk a kollégáimmal, hogy mindenképpen mutassuk be a pécsieknek a könyvtárbuszokat. Ugye Horvátországból, Szlovéniából és Magyarországról érkeztek könyvtárbuszok, és a célunk az volt, hogy a gyerekeknek programokat szervezünk, de természetesen a pécsieket is várjuk, hogy megismerkedjenek azokkal a szolgáltatásokkal, azokkal a programokkal, amelyeket a könyvtárbuszokon nyújtani szoktunk, illetve a külföldi kollégák nyújtani szoktak. A baranyai falvakba könyvtárbuszok a tudásközponttól indulnak, közösségépítő missziót is teljesítenek. Egy jemeni férfi házi őrizetét rendelte el egy hónapra a pécsi járásbíróság csütörtökön. A házi őrizetet különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett sikkasztás büntette, és folytatólagosan elkövetett számvitelrendje megsértésének büntette megalapozott gyanúja miatt rendelte el a bíróság. A gyanúsított jemeni állampolgár egy egészségügyi gazdasági társaság önálló képviseletére jogosult vezető tisztségviselőként 2009 és 2012 között több infrahang egészségügyi kezelési központot üzemelt érszőkületes betegek ellátására. Ennek során a páciensnek kezeléséből származó bevételeknek csak egy részéről állítottak ki számlát, a többit nem vezették fel a könyvelésbe, így azokat eltitkolták. Az elsikasztott jövedelem csaknem 200 millió forint, a határozat jogerős. Ismét lesz tanulófesztivál Pécsett. Az esemény a tanulás örömét, hasznosságát és a teljesítmény fokozását hivatott bemutatni és népszerűsíteni. A fesztiválon csaknem 70 szereplő, több mint 130 programja várja az érdeklődőket szeptember 21-e és 22-e között. Az első tanulófesztivál interaktív tanulási programjai sikerének is köszönhetően tavaly Pécs városa átvette az UNESCO globális tanulóváros díját. Ehhez kapcsolódóan a város vezetése vállalta, hogy minden esztendőben tanulófesztivált szervez. Az eseményt támogatja a Pécsi Tudományegyetem és Pécsváros önkormányzata is. A fesztivál a tanulási képesség fejlesztését kívánja előmozdítani. Itt egy szemléletváltásnak a kicsit a szelíd kezdeményezéséről van szó, hogy ami egyébként körülvesz minket, azt vegyük már komolyan, illetve tiszteljük meg azokat, akik beszeretnének mutatkozni, mit csinálnak ma.
amikor ismeretszerzésről, felfedezésről, megismerésről, erről szól a Tanuló Fesztivál idén, ez a mottoja, az élmény alapú tanulás. Miért, hogy lett élmény a tanulás? Lehet. Ezt számtalan program fogja igazolni. A mohácsi vízi határon jelentkezett belépésre egy műtrágyát szállító hajó. A bolgár legénység vámköteles árut nem jelentett be, azonban a kapitány gyanús viselkedése miatt a pénzügyőrök a tételes vizsgálat mellett döntöttek. A hajó melegvizes tartályából, a szigetelés és a külső köpeny közötti részből 5 karton szerb zárjegyes cigaretta került elő, amelynek származását a legénység egyik tagja sem tudta igazolni. A NAV munkatársai a cigarettát lefoglalták és bírságot szabtak ki. Annak érdekében, hogy a hajó folytathassa útját, a kapitány a bírságot a helyszínen kifizette. Hagyományos roma néptánc, gyermekműsor és afrikai táncok. Többek között ezeken a programokon vehettek részt a gyerekek Pécsett a regionális gyereknapon. Az eseményt a Máltai Szeretetszolgálat pécsi csoportja szervezte. Cél, hogy a mély szegénységben élők és a szervezet által gondozott fiatalok egy napra önfeledten szórakozhassanak. Gyermekműsorral és táncos bemutatókkal készültek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat pécsi munkatársai a gyerekeknek. Péntek délután rendezték ugyanis a regionális gyermeknapot. Az iskola vége felé szeretnénk lehetőséget adni olyan rászoruló gyerekeknek, mély szegénységben élőknek, fogyatékkal élőknek, akik a máltai ellátotti körből származnak, akiknek nem nagyon van olyan lehetősége hozzáférni programokhoz, szórakoztató műsorokhoz, mint más gyerekeknek, egészséges gyerekeknek a többségi társadalomban. Így a közönségben épp és sérült gyerekek együtt foglaltak helyet, illetve perdültek táncra. A műsorban szerepelt ugyanis egy gyulai roma néptánc együttes. A programban az egyetemen tanuló nigériai hallgatók is készültek bemutatóval. Ők afrikai táncokat mutattak be a kicsiknek és nagyoknak. Szerettünk volna valamivel hozzájárulni a pécsi közösségi élethez. Úgy éreztük, az nem elég, ha csak itt tanulunk, nekünk is jót tesz, ha adhatunk valamit a közösségnek. Mivel a Szeretetszolgálat irodája közel van az egyetemhez, megkerestük az egyik tanárunkat, aki abban segített nekünk, hogy felvegyük a kapcsolatot a máltaisokkal. A rendezvényen a Lafarge Cementgyár is képviseltette magát. A cég évek óta kapcsolatban áll a Szeretetszolgálattal. A Lafarge Cement Magyarország nagy hangsúlyt vett az önkéntességre, és régóta évek óta kapcsolatban vagyunk a Máltai Szeretetszolgálattal. Igyekszünk szoros együttműködést ápolni velük, és igyekszünk mindenféle programokon részt venni. Egy napra tehát kicsik és nagyok, sérültek és egészségesek önfeledten szórakozhattak a regionális gyermeknapon. A zenés-táncos bemutatók alkalmával pedig együtt is táncolhattak. Játékosan, mozgásos feladatok során ismerkedhettek meg a gyerekek az egyetem botanikus kertjével. Péntek délelőtt iskolás csoportok érkeztek a parkba. Itt különböző programokon vehettek részt a gyerekek, úgy mint nyugtatótea készítés vagy számháború kaktuszokkal. Kaktuszháború, növénykereső és gyógyteakóstoló. Többek között ilyen programokkal készültek a kicsiknek péntek délelőtt a botanikus kertben. Az iskolás csoportok az egyetem növénygyűjteményét ismerhették meg, mindez szabadon és játékosan. Ide jöttünk, csináltunk ilyen gyógyteát, ilyen nyugtatóteát, utána ilyen zászlós játék volt, és most pedig mentünk haza, megültettünk kaktuszt. Megcsináltunk olyan rovarházat, amiben bele tudnak költözni a rovarok, bogarak, és akkor ott laknak, és oda lehet vinni. És ilyen különböző feladatokat kellett csinálni, hogy mondjuk meg kellett keresni a zászlót, meg ilyesmi, és ez nagyon jó volt, mert ilyen tök szabadok voltunk. Volt pár olyan növény, ahol nem volt név, és akkor az nehéz volt kitalálni. A programok lebonyolításában egyetemi hallgatók is részt vettek. A biológia szakos kincső egy színkereső játékkal készült a kisebb korosztály számára. Volt egy legyezőnk, amikre különböző színű gombocskákat ragasztottunk, és ezeket a színekhez kellett találnunk különböző növényeket, bokrokat, fákat, amiket megtalálhattak a gyerekek, és a tábláról le tudták olvasni a magyar nevüket. A sok mozgást igénylő feladatok mellett egy nyugodtabb program is várta a gyerekeket. Különböző gyógynövényekből készítettek teát, amit meg is kóstolhattak. A folyamatot Viktória, az egyetem gyógyszerész-tudományi kar egyik hallgatója vezényelte le. Megismerték a levendula, a citromfű, a komló, az édeskömény és az ánizsnak a szárított változatát. És ezen kívül illóolajokat szagolhattak, fahéj illóolajat, rózsa illóolajat, illetve borsmenta illóolajat is, és a legtöbbször a borsmentát és a fahéjat sikerült felismerniük. Az egésznapos programok során virágot is ültethettek a gyerekek, de a számháborút is kipróbálhatták kaktuszokkal. A játékos feladatok közben pedig megismerkedtek a kert növényeivel.
nem hosszabbította meg most lejáró szerződését Harazin Tamás, a PVSK Veolia férfi kosárlabda csapatának centere. A kaposvári KK együttesénél folytatja pályafutását a 32 éves sportoló, 2 évre írta alá a Somogyiakhoz. A PVSK-nál Supola Zoltán élő szerződéssel rendelkezett a következő szezonra, mellette Demeter Attilával és Simon Kristóffal is 1 évvel meghosszabbította a pécsi klub most lejáró szerződését. Egyelőre ők hárman biztosan tagjai a következő szezon pécsi keretének. A hírek szerint azonban a klub vezetése már dolgozik rajta, hogy bővüljön a névsor. Szezonzáró évértékelő sajtótájékoztatót tartott a Kozár Miseny Ese NB1/B és női kézilabda csapata. A 4. helyen végzett gárdából 12-en szerződést hosszabbítottak, 6-an távoztak és most mutatták be az érkező 4 játékost. A Kozár Miseny Ese további célja, hogy ez a csapat ne csak a mislenyieké legyen. A Kozár Miseny Ese felnőtt női kézilabda csapata teljesítette kitűzött céljait, és mind helyezésben, mind játékban előrébb lépett. Kovács Tamás vezetőedző a szezonértékelő sajtótájékoztatón elmondta, a csapat célul tűzte ki az első osztályba jutást, ezért olyan játékosokkal szeretnének dolgozni, akik motiváltak ennek érdekében. Ami a legfontosabb, hogy tudatos koncepcióként kezeljük az igazolásokat. Nagyon körbejárjuk azt, hogy olyan sportolókat találjunk, akiknek van kötődése a klubhoz, ez egy fontos, van kötődése a megyéhez, hiszen nagyon, én azt gondolom, hogy egy kis csapatnál az egyik legfontosabb tényező az, hogy érzelmileg kötődjenek, legyen övéké. Répp Fanni 22 éves átlövő, aki 2 éves nagyotádi kitérő után érkezik vissza nevelőegyesületéhez. Kovács Tamás megkeresésére nagyon tetszettek azok a feltételek, meg ahogy a csapathoz is hozzám is állt. Nem kellett sokat gondolkodnom rajta, hogy visszajöjjek a saját véremhez. Gulya Krisztina 27 éves beálló, pécsi nevelésű játékos, aki korábban tagja volt a magyar junior válogatottnak is. 12 éves korom óta Pécsen voltam, és ott nevelkedtem, úgyhogy én igazából így a mislenyi légkört azt mindig is ismertem. Sok barátnőm volt, csapatársam, Vivi is, ugye gyerek, mi együtt nőttünk fel, játszott itt, úgyhogy én Pécsön. Polics Tíme a 25 éves átlövő, mohácsi nevelésű játékos, a Kispest csapatából igazol az egyesülethez. Kispestről érkeztem, és mindenképpen nagyon szeretném, hogy a csapatnak sikerülne elérni a dobogónak a valamelyik fokát. Mondjuk én az első helyre gondoltam, ez nagyon-nagyon-nagyon jó lenne. Dajka Bettina 28 éves irányító, Szegedről érkezett. Tamás is mondta, hogy szeretné, hogyha én lennék a csapatnak a vezéregyénisége. Bízom benne, hogy a szorgalmammal és a meccsen nyújtott teljesítményemmel ezt tényleg ki tudom harcolni. Szeretnék meghatározó játékos lenni, és szeretnék minden mérkőzést megnyerni. A Kozár Miseny Ese további célja, hogy ez a csapat ne csak a mislenyieké legyen. A vezetőedző szerint megyei összefogásra van szükség. Ha a lehetőségek adottak lesznek, vállalni szeretnék az első osztályban való megmérettetést is. Somogy és Tolna megye híreivel folytatjuk. 2018 első negyedévében a bruttó átlagkereset 316 ezer forint, a nettó pedig 210 ezer forint volt, mindkettő több mint 12%-kal nőtt az előző évihez viszonyítva. Ám hiába emelkedtek a fizetések, az élelmiszerek ára, valamint a víz és a gáz ára is nőtt. Vagyis a kiadások nagyrészt elviszik a többletet. Sokan éppen amiatt mennek ki külföldre dolgozni, mert úgy látják, nem tudnak megélni itthoni fizetésükből. Muszáj lépni ezen a területen, már számos területen gondok vannak, itt a vendéglátás területén, a Balaton mellett, Nyugat-Magyarországon munkaerő abszolút nincs, és nem véletlenül, hogy ott a bérek most már elszaladtak. Fischer Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke azt mondja, a Balatonon 600 ezer, sőt egyes központokban 1 millió forintos fizetést is ajánlanak a szakácsoknak, mert belátták a munkáltatók, ha nem emelik a bért, nem lesz dolgozó. Ugyanis hiába emelkedtek a bérek idén több mint 12%-kal, például a bruttó átlagkereset 316 ezer forintra emelkedett, az még mindig nem elég ahhoz, hogy megállítsák az elvándorlást, és vonzóvá tegyék a magyar munkaerőpiacot a kereset szakemberek számára. Egy magyar dolgozó a béremelés ellenére még mindig töredékét keresi a nyugat-európai bérekhez képest. Ráadásul közben a víz, villany, gáz, valamint az élelmiszerek ára is jelentősen nőtt, miként ezen a táblázaton is látszik.
Fischer Sándor szerint valóban szükség van a magyar bérek emelésére, de azt is nézni kell, hogy mekkora a vásárló ereje a bérnek, vagyis mennyi elkölthető jövedelemből él a magyar. Például Németországot vesszük, az átlagbér ott 4000 euró, nálunk az átlagbér most 1000 euró. Tehát a kettőt összehasonlítjuk, hát egy nagy különbség van, de valójában nem 1000 euró a mi reál bérünk, tehát gyakorlatilag a vásárló ereje a bérnek, körülbelül 1500-2000 euró. Sok mindentől függ tehát, hogy az adott országban mekkora összegből él az ember, és az mire elég. Sokat mondó azonban az a felmérés, amely szerint a 42 európai ország közül a 30. helyen áll Magyarország, ha a fizetések vásárló erejét nézzük, vagyis még mindig jóval magasabb életszínvonalat lehet kint biztosítani, mint Magyarországon. Ezt igazolja vissza az is, hogy 350 ezer magyar ment külföldre dolgozni, a hivatalos statisztika szerint a valóságban 600 ezer körül van a számuk. A régiók közül az átlagot lényegesen meghaladva Dél-Dunántúról és Észak-Magyarországról a legmagasabb a kilépők aránya. Éves szinten alig haladja meg a 3 dekagramot az elfogyasztott nyúlhús személyenként hazánkban. Erről is beszéltek a szakemberek a 30. nyúltenyésztési tudományos napon. 13 előadó tartott beszámolót a hazai és külföldi nyúltenyésztési trendekről, emellett Mexikóból és Csehországból is érkeztek neves szakemberek, hogy megosszák tapasztalataikat. 71 ezer anyanyúl, ennyi állat van jelenleg a hazai nagyüzemekben, amelyeknek köszönhetően évente mintegy 4 millió vágónyulat állítanak elő. A legnagyobb probléma azonban, hogy ezek nagy részét nem itthon fogyasztják el. Általunk megtermelt nyulak, vágónyulak azok 97%-ban külföldre exportra kerülnek, elsődlegesen Németország, Svájc és nyugat-európai egyéb országokba, illetve van egy úgynevezett belföldi fogyasztásunk, a belföldi fogyasztás az körülbelül 2-3 dekagram évente. Éppen ezért az Agrárminisztérium még tavaly indított útjára egy kampányt, amelynek célja, hogy a fiatalabb generációkkal is megszerettessék a fehérjében gazdag nyúlhúst. A Kaposvári Egyetem nyúltenyésztési tudományos napján a hazai előadók mellett Csehországból és Mexikóból is érkeztek kutatók. A tengeren túl elsősorban a háztáji szaporítás az elterjedtebb. A nyúltenyésztés nálunk még mindig a régi tradíció szerint zajlik, nincsenek nagy telepeink, csupán családi farmokon, családi gazdaságokban szaporítják a nyulat saját fogyasztásra, pedig nálunk nagyon kedvelt a nyúlhús, és bizony hiány van belőle. Éppen ezért végeznek kísérleteket Mexikóban, hogy hogyan lehetne növelni a termelést. Az anyanyulak naponta csak egyszer etetik a kicsinyeiket. Mi azt vizsgáljuk, hogy ha a mesterséges megtermékenyítés előtt egy szoptatást kihagynak az állatok, akkor mennyivel nő meg az ivarzási hajlandóság. A tapasztalat egyébként azt mutatja, hogy ilyenkor a nyulak szervezete már is felkészül az újabb alomra. A 30. nyúltenyésztési tudományos napon az ágazatban felmerülő problémákról is beszéltek a szakemberek. Ilyen például a klímaváltozás, amely nagy mértékben befolyásolja az állatok szaporodását. Más gazdasági haszonállatfajjal szemben a nyúl nagyon nehezen viseli a meleget, és romlik a termelése, abból kifolyólag, hogy kevesebb takarmányt eszik. Úgyhogy ez egy alapvető probléma ma már, hiába alkalmazunk klímát, hűtjük a levegőt, nem sikerül annyira lehűteni sok esetben a nyári kánikula idején, hogy az anyulaknak megfelelő legyen. A nyúltenyésztési tudományos napon a termelőszférát is igyekeztek megszólítani az előadók. Csak nem megduplázódott az elhízott gyermekek száma az elmúlt 20 évben. A legfrissebb felmérések szerint az európai tizenévesek majd harmada túlsúlyos vagy elhízott, 10-ből 6 érintett pedig felnőttként is súlytöblettel küzd. Ennek leggyakoribb oka a mozgásszegény életmód és a helytelen táplálkozás. Előre, 2, 3, 4, 3, 6. Zajlik a testnevelés óra a Garai János általános iskolában. Több gyereknek nem újdonság az edzés, mivel rendszeresen járnak iskola időn kívül is sportfoglalkozásra. Kajakozom, és heti 6-szor. Egy héten 3-szor járok edzésre, viszont otthon is szoktam néha-néha edzegetni. Akadt azonban ebben az osztályban is olyan gyerek, akinek nehezére esett az állóképességet igénylő feladat elvégzése. A tornatanár úgy tapasztalja, egyre több a túlsúlyos gyerek, főként a felső tagozatos gyerekek mozognak keveset, miközben sok cukros üdítőt isznak és helytelenül esznek.
A kicsiket leszámítva, akik még azért délután aktívabbak, tehát kint az udvaron, meg edzésekre járnak, a felsősök már délután sem igazán kaphatóak ezekre a foglalkozásokra. És ebben az osztályban például nagyon sokan járnak sportolni, de vannak osztályok, ahol csak mutatóba lehet találni egy-kettő gyermeket, és iskolai sportkörökre járnak. A gyerekek elhízása a 70-es évektől lett világméretű probléma. Az utóbbi 40 esztendőben a túlsúlyos gyerekek aránya meg 10-szereződött. Az orvosi szakvélemények szerint a gyerekek közel 20%-a elhízott. A 2017-es legújabb vagy legutóbbi felmérés alapján ez a 6-8 éves gyerekek között is körülbelül ilyen 20% körüli túlsúly arányjal kell számolni. Vannak regionális különbségek is Magyarországon belül. A dél-magyarországi régióban kicsit magasabb, mint 20%, és a közép-magyarországi régióban pedig kevesebb. Az orvosi szakvélemény szerint az első 1000 nap meghatározó a gyermekek táplálkozását illetően. Az ebben a korban elkövetett táplálkozási hibák idősebb korban ütnek vissza. Nagyon fontos, hogy az anya normál testsúlya bírjon a terhesség alatt. Tehát ez abszolút a kiinduló pontja sokszor a gyerekkori kövérség kialakulásának. Az első 1000 nap, nem csak az 360 nap, az első 1000 nap táplálásának a megfelelő vezetése, ez fontos. Tehát minél további anyateljes táplálás, az édessé íz megismertetése csak a gyümölcsökön keresztül történjen, mert ha korán bevezetjük az édes ízeket, egészen biztos, hogy ez a későbbiekben nehezebben felejthető. Az európai népesség több mint fele túlsúlyos vagy elhízott, és ez az arány a jelenlegi tendencia szerint tovább nő majd. Európában a serdülőkorúak kétharmada és a 15 év feletti korosztály 60%-a egyáltalán nem él aktív életet, a megkérdezettek több mint fele pedig soha vagy csak ritkán végez bármilyen más típusú fizikai aktivitást, például kerékpározást vagy táncot. 1500 éves sírt tártak fel régészek Magyar-Egres határában. A feltehetően férfi csontváz mellett egy kardot, pajzsot és több bronzból készült tárgyat is találtak. Az ásatás során a szakembereknek nem volt egyszerű feladatuk, hiszen a sír mintegy 4 méter mélyen helyezkedik el. A lelet azért is érdekes, mert a germán származású longobárdok csak néhány évtizedig éltek a Dunántúl ezen részén, így kevés korabeli emlék maradt fenn az utókor számára. Reggel kezdtük bontani ezt a sírt, és eddig az derült ki számunkra, hogy koporsóba temették el az illetőt, nagyon szépen látszott a koporsónak az egykori foltja, illetve hogy valószínűleg egy férfi sírról van szó. Egy germán harcos sírját tárták fel Magyar-Egres határában a régészek. A longobárdok a 6. században éltek az egykori Pannonia területén. Először a Dunántúl északi részén, majd az 530-as években a Balaton déli területeire vándoroltak. Az avarok előtt ők élnek itt néhány évtizedig, amikor az avarok bejönnek az ő szövetségükbe, akkor harcolnak a gepidákkal szemben, akik egy másik germán nép, behívják részben ilyen szövetségesként az avarokat, de aztán rájönnek arra, hogy elég rossz cserét csináltak. És hát talán pont az avarok elől így elmennek Olaszországba, és ott egy királyságot alapítanak, amit a frankok döntenek meg később. A szakembereknek nem volt egyszerű feladatuk, hiszen több mint 4 métert kellett leásniuk a sír feltárásához. Valószínűleg volt egy ilyen kisebb településük, itt egy római telep is volt korábban, és tele van római kerámiával a sírjaik betöltése is, tehát valószínűleg ők is ide megtelepültek, lehet, hogy pont a régi római falu mellé, vagy arra. Tehát valószínűleg itt megtelepültek, és ugye elkezdték temetgetni az elhunytakat itt néhány sorba, tehát egy viszonylag kisebb temetőre kell gondolni. Az akkori temetkezési szokásoknak megfelelően a harcos mellé eltemették a fegyverét is, ami ebben az esetben egy kard volt, valamint a fából készült pajzsot is. Molnár István úgy véli, a germán katona nagy vagyonnal rendelkezhetett, hiszen mellé temették a lovát is. Az R67-es elkerülőút építése során a szakemberek számos érdekes leletet tártak fel az elmúlt egy évben. Több régészeti korszaknak voltak itt a leletei, igazából 6-7 időszakban is megtelepültek ezen a dombon. A legkorábbiak őskoriak, vannak neolit, részkori, bronzkori gödrök, ilyen hatalmas agyagnyerő gödrök, árkok, tehát nagyon sok mindent feltártunk, két részkori sírunk is volt a területen.
Nagyon sok római, illetve még több árpádkori objektumunk volt. A régészek mintegy 20 000 négyzetméteren végeztek feltárásokat, hogy az utókor számára érdekes leleteket megmentsék. Híradunk végén fontosabb aranyai témáink még egyszer röviden. Megelégelte a büntetéseket a PSN, több mint 4 milliót hajtanának be a szurkolókon. Felgyorsulnak a vizsgálatok a baranyai népegészségügynél, 200 millió forint laborfejlesztésre. Felvonultak a könyvtárbuszok, vetélkedő a könyvtárbuszok szolgáltatásairól. Felfedezni a tanulás örömét, társadalmi hasznosságát, szeptemberben Tanulófesztivál Pécsett. Szombaton az intenzív, komoly felhőképződés következtében sokfelé várhatók záporok, zivatarok, de heves viharok is előfordulhatnak. A délután folyamán 26-32 fokot mérhetünk. Vasárnap főként a Dunától keletre és délen készülhetünk többfelé záporok, zivatarok kialakulására. Az erős zivatarcellákat jégeső felhőszakadás viharos szél kísérheti. Az északnyugati szél élénk lesz, a Dunán túlon meg is erősödhet. Napközben 25-32 fok valószínű. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami érdekes lehet mások számára is, akkor készítsenek fotót vagy videót, és küldjék el a képernyő alján látható elérhetőségek valamelyikére. Mára köszönöm figyelmüket, kellemes hétvégét, viszontlátásra!